2019-ben ismét megrendezésre került az országos szerepjáték, anime és képregény esemény, ismertebb nevén az Osaka. A debreceni eseményt ebben az évben 10. alkalommal tartották meg, ami rengeteg látogatót vonzott az ország minden pontjából. Azt, hogy ide nem lehet elég korán megérkezni, jól bizonyítja, hogy kapunyítás előtt bő fél órával már nem lehetett megkerülni a sort. Után oroszlántánc következett, amely amellett, hogy érdekesség volt, humorosra is sikeredett. Ápolását követően K-pop táncos előadásban elevenedett meg, amely ázsiai kultúra egy darabja.
esemény felkonfása után több helyszínen is indultak foglalkozások és előadások, valamint az árusokat ekkor találta meg leginkább az érdeklődőkből és fanatikusokból álló tömeg. Programok között szerepelt a látványosan dinamikus medikból is. A Kínából elindult mozdulatsorok egyben képeznek sportot és testi-lelki egyensúlyt létrehozó meditációt. Kinek kedve van, ki tudja próbálni ezt az ötödés labdát, és látjátok, hogy nagyon különleges kreatív módon lehet használni, de néhány alapív 8-asok félkörébe köré könnyedén és gyorsan elsajátíthatóak. És néhány percen belül tapasztalhatóvá válik mindenki számára az, amit egy ilyen felszabadultság, egy tökéletes élmény, a flow jellemez. És nyilván ahhoz, hogy valami nagyon összetett ilyen egyensúly és más egyéb spinálmozgások megszülethessenek, ahhoz egy picit gyakorolni kell. De ehhez várunk mindenkit, aki érdeklődő, csábítani titeket ahhoz, hogy kipróbáljátok magatokat egy ilyen szituációban. Az előadások mellett egésznapos elfoglaltság is leküthették az ide látogatók figyelmét és energiáját. Ilyen volt például az íjászat és a medibol, de a szervezők kitűzték az origami, a shogi és a hanafuda kedvelőinek is a programot. A bátrabbak akár az énektudásukat is bemutathatták karaoke formájában. Az Osaka leghosszabb eseménye a rajzverseny volt, ahol rengeteg nevező ragadta meg rajzeszközét és fantáziáját. Sokak számára egy ilyen nap fénypontját a cosplay verseny jelenti, ahol a versenyzők egy általuk nagyon szeretett karaktert formálnak meg, esetenként mozdulataikkal limitálják annak stílusát. Nem ritka az sem, hogy valaki teljesen önálló, minden létező műtől független alkotást visz magával a színpadra. Egész nap elérhető volt egy külön részlege a vásárnak, amely Artistelli névre hallgatott, és a különböző stílusban és kategóriában alkotók standjairól lehetett válogatni egyedi termékek között. Hogy mit is jelent igazából a kendo? A kendo a szó szoros értelmében a karnokát jelenti, ami egy japán stílusú vívást formát jelent, ami a tradicionális szamuráj kultúrára alapszik. Magyarországon körülbelül 300 ember kendózik, úgyhogy egy kis közösséggel beszélünk, emiatt aztán beérkeztem összetartóak vagyunk, és nagyon jó hangulatba szoktuk lenni az edzőtáboraim. Ahogyan az általában lenni szokott, a harcművészek ismét felbukkantak, hogy megismertessék mindenkivel ősi technikáikat. Ami a kendo bemutatóban igazán érdekes volt a tanítás mellett, azaz, hogy a gyakorlatokat végzők zömében nők voltak. Tehát a kard, amit használunk,
sor van, az a Sinai, mi egy bambuszkart és négy bambuszszágot kövődik össze, emiatt rendkívül rugalmas, nem okozunk egymásnak fájdalmat vele, és gyors vágásokat tudunk még lehajtani vele. A másik pedig a bokutó, az úgynevezett fakart, és nálunk is vannak formagyakorlatok, ezzel nem szoktuk egymást csalapálni, csak fájdalmas lenne, meg életes szíves. Úgyhogy meg szoktuk állítani a vágást, és a szvizsga gyakorlatoknál szoktuk alkalmazni. Tehát kezdünk a menvágással, az úgynevezett fejvágással, ami biztos távolságból a fejtető vágását jelenti, ugyan most nincs rajtuk páncél, meg fogják állítani a vágást. Koreai küzdelmet tudtak megtekinteni az érdeklődők. A taekwondo csoport több tévhitre és az energia megfelelő használatára is felhívta a figyelmet. Lesz egy rövid bemutató, és aztán a legvégén egy pár alap technikát el is
Hogyha próbálok én is támadni, akkor ő már levág. Most megnézzük azt, hogy hogyan tudok úgy eltűnni, meg is megpróbálni, hogy minél több időm legyen ennek a titka gravitáció használata. Nekem a lefelé húzó erőt barátom már a küzdőtársamnak kell tenni. Ha ellene dolgozom, az nagyon nehéz, ezt egy egyszerű jiu-jitsus technikán megmutatom, hogyha bent van a kéz, és próbál engem tartani, én pedig próbálom őt lehúzni, közben tolom magam a talajtól, akkor igazából neki segítek, fölfele tolom magam, és úgy próbálom lehúzni, nagyon árasztó. A másik, egyszer csak lazítok bele, az arcot is érdemes megnézni, hogy kié feszül és kié nem. Teljesen lazán meg lehet csinálni, ezt nyilván most összebeszéltünk, de bárkivel ezt ugyanígy meg lehet csinálni. Aki éles szemmel követte még, talán látta azt, hogyha megfogjuk a kalapot, megfogjuk a touchit, akkor ott már vége van a technikának. Szintén megmutatnám először a rossz, és aztán a kicsit jó megoldást. Programokat végül eredményhirdetése és tombola sorsolással búcsúztatták el, ahol mindenki megkapta a maga nyereményét. Az udvaron zajlott minden olyan esemény, amihez helyet vagy biztonságosabb körülményt kellett biztosítani. Itt történt meg a cosplayerek csoportos fotózása, valamint az íjászat, az airsoft és a korábban bemutatott mediból is itt kapott helyet. Természetesen nem utolsó sorban a szabad levegőre vágyók is lepihenhettek a padokon. Az eseményre sokan érkeztek abból a célból is, hogy addig nem mennek haza, amíg nem vesznek legalább saját maguknak valamit. Az aula volt erre a tökéletes hely, hiszen itt minden olyasmit elérhettek, amire anime fannak, gamernek vagy képregény örültnek szüksége lehet. Ha valaki más szeretett volna, tudott venni például eredeti japán édességeket, de nézhette akár az AMV vetítést is. A kalandos kedvűek innen indulhattak neki az Osaka nagymester címért, amelyet tapasztalati pontok gyűjtésével lehetett elérni. A galérián időközben ingyenes sushi kóstolás is volt, amelyet többen örömmel fogadtak. A szerencséjüket kipróbálók tombolát is vehettek értékes nyereményekért. Köszönjük! Fotózkodni, életmátságú csillagkapú, karaoke-telmenyezés, Az aula mellett a nagy teremben volt a legtöbb mozgás,
hiszen itt kaptak helyet különböző gyakorlatok és bemutatók, valamint a cosplay verseny résztvevői is ebben a teremben mutatták meg alkotásaikat. Állandó helyet kapott a fotózás, amelyben beletartozott a cosplay, valamint különböző japán és koreai ruhadarabok felpróbálása is. Egész sort foglalt el az Artist Alley, amely mellett egy életnagyságú csillagkapu is helyet kapott. Az anime kvíz és a cosplay verseny is itt kapott helyet, a kivetítőn pedig itt is lehetett AMV vetítést nézni. A napot lezáró eredményhirdetés és tombola sorsolás is itt történt meg. Az ebédlő volt a Csend és Nyugalom szigete az Osaka forgatagától távol. Ide kerültek ki a helyben nevezés rajzverseny résztvevőinek művei, valamint a már korábban elkészültek is a kiállítás részei voltak. Nézelődés és szavazás után bárki kipróbálhatta a shogit és a hanafudát, vagy használhatta a kézügyességét origamiban. A digitális kikapcsolódás szerelmesei konzolon megküzdhettek egymással a győzelemért, vagy táncudásukat is megmutathatták a konzol termek egyikében. Tártajtóval várta azokat a karaoke terem, akik nem voltak szégyenlősek, és elénekeltek néhány dalt maguk és mások szórakoztatására. A fogadóban élő szerepjátékra várták az érdeklődőket, de az előadó sem maradt üresen. A rajzverseny mellett sok információt lehetett gyűjteni Stanley életéről, a tetoválásokról és Koreáról, valamint a reklámfízben résztvevők is itt mutathatták meg tudásukat. Sajnos nem tudtam mindenhol ott lenni, de amit láttam, az igazán színvonalas volt. 10. alkalom lévén a szervezők nagyon kitettek magukért. Magán a rendezvényen levegőt venni sem volt sok idejük, hiszen a meghívások és leszervezések csak részletei a megvalósításnak. Olyan programokat és élményeket kaptam és kaptunk, amik után nem maradt üresség senkiben sem. Úgy gondolom, hogy első alkalomnak és 10. is tökéletes volt. Valószínűleg tartom, hogy a 11. nem csak én örülnék. Köszönjük minden szervezőnek, látogatónak, árusítónak és előadónak, hogy segítettek életben tartani és ilyen sikeresre formálni ezt az eseményt. Ez igazán Osaka volt.